Sorunk igaz történeteket dolgoz fel. Személyazonosságuk és becsületük védelmében a szereplők neveit megváltoztattuk. Mai adásunk tartalmából. Meghallgatnak, kérem! Fogja már be! Matt, nézd meg, hogy jól van-e. Jól van, hölgyem. Bukj le! Tűnjenek el innen! Ez magánterület! A behajtók. Ne feledd, ha nem fizetsz, könnyebb bajba kerülhetsz. Tehát egy 2009-es Mitsubishi Galantot keresünk. A rendszáma... Elsőre is hallottam. Ügyes vagy, okos Tony. Csak mondom, hogy figyelek. Tudod, hová megyünk? Igen. És hová? Végig az úton. Miért? Mert oda kell mennünk. Amikor Sonyával dolgozom, megpróbálok nem figyelni a részletekre, hogy hová megyünk és miért. Mert Sonya mindig felfújja a dolgot. Légy szíves, térj a lényegre. Az autó tulaja Bill. És tudod, hova megyünk? Arra a címre, ahol valószínűleg parkol vele. Egy szupermarketben dolgozik. Nincs itt sok ember. Nincs, mert kevesen járnak éjszaka bevásárolni. Milyen színű? Szürke. És 2009-es, szóval nincs nagyon leharcolva. Már meg is van. Ez meg mi? Ez a Galant. Látom, nem volt elég nekik a sima szürke festés. Stimmel a rendszám? Igen, kiszállok. Körülbelül 4 autó volt a parkolóban, mert már későre járt. Hé, mi folyik itt? Bocsánat, de ki maga? Ez az én autóm. Maga Bill? Én vagyok az. Kérem, higgadjon le. Ez az én autóm. Az enyém. Hallom, hogy valaki ordítva rohan Sonya felé. Valami árufeltöltő. Egy bevásárlókocsival. Na mondom, mi a fene ez? Parancsunk van lefoglalni ezt a 2009-es Mitsubishi Galantot. Ne, kérem, ne! Ez a 2009-es Galant. Kérem, ne! Elrohant a bevásárlókocsimmal! Éppen segített az egyik hölgynek a kosarával, de amikor látta, hogy visszük az autót, odarohant hozzánk. A fickó odafutott a kosarával, a nő meg utána, hogy mi a fenét művel. Nekem csak az autó kell és a slusszkulcs, a többi nem az én gondom. Tudom, de most rúgtak ki, és a csajom is szakított velem. Ugye csak viccel? Figyeljen ide. Várnának egy pillanatot? Fogja már be! Erre a fickó ideg összeomlást kap előttem. Nekem csak a kulcsok kellenek. Jól van, tessék! Adja át a kulcsokat, nem lesz semmi baj. A végén még tényleg ki fogják rúgni. Tényleg ezt mondta az előbb? Igen, nem vagyok jó paszban. Sőt, tudja mit? Tessék! Dugja fel a zöldségeit! Felmondok! Felmondok! Froy! A fickó tiszta ideg volt, és sikerült kiborítanunk. Miért kellett új autót vennie? Szerezhetett volna olcsóbbat is. Aztán a nő, akinek segített a srác, elkezdett oltani minket. Hogy mi közünk hozzá? Ez hihetetlen! Megyek már. Elintézett, Froy. Köszi. Csak azért kértem, hogy segítsen, mert nem tudom megemelni. Kérem, segítsen! A kosárba még bepakolunk, de aztán mennünk kell. Mindjárt kész. A hölgynek fogalma sem volt, hogy mi történik. Eddig a srác segített neki. Szóval most nekem kellett. Hová ment?
Remélem pszichiáterhez. El sem hiszem. Ott az autó! Fräulein! Igen? Mennünk kell, hagyd a kosarat. Jaj, ne! Hagyd ott neki! Csak segítek bepakolni. Én nem tudom eltolni, fáj a hátam, ez hihetetlen. Van engedélyük, hogy ezt csinálják? Igen, van. Segítsen, kérem, vigye az autómhoz, pakolja ki, masszírozza meg a talpamat. Mondtam Freudnak, hogy majd ő elintézi, most meló van. Hagyd már ott, Freud, kifutunk az időből. Gyerünk, igyekezz már! Semmi gond. Erre Sonja elkezd üvöltözni, hogy siessek. Pedig csak segíteni akartam. Miért ordibálsz? Mennünk kell! Talán nem segíthetek neki? De igen, csak ne maradj ott pakolni. Azt mondta, hogy fáj a háta. Fájjon csak, semmi közünk hozzá. Nem ezért fizetnek. Megvan a kulcs? Persze. Egyre inkább hasonlítasz Mattre. Csak ülj be az autóba. Ilyen nem lesz többször. Az tuti. Legközelebb én fogom felrúgni a kosarát, és nem fogunk segíteni ezeknek. Miért nem tud kedves lenni? Mosolyogni és minden jót kívánni. Ma már senki nem ilyen. Mindenki paraszt. Próbáltam kedves lenni. Segíteni neki a cuccaival. Már megvan a sluszkulcs, nem lehet belőle semmi baj. Freudnak nagy problémája a tökölés. Persze most biztos azt mondja, hogy folyton cseszegetem. Csak nyugodtan, Freud. Látom a tükörben, hogy oszt engem. Freud így, Freud úgy, meg Freud amúgy. Gyűlölöm ezt a környéket. Mi a sztori? Valami idióta bezárkozott a kocsiába. Ez a meló már az elejétől kezdve furcsa volt. Kaptunk egy bejelentést az egyik autóról, amit keresünk. Tehát a parkban van? Az informátor szerint. És hogy hívják? Elfelejtettem. Ott van a tetején. Rich. Richard? Az. És Rich szerint az autó a parkban van. Azt mondta. Ha valaki megmondja, hol van az autó, amit keresünk, akkor fizetünk neki pár száz dolcsit, amint megtaláljuk. Megvan, amit kerestünk. Tessék? Itt a fickó, Richard. Vagy hogy hívják? Mi a helyzet? Sziasztok! Megvan az autó, amit kerestek, arra van lefelé. Pontosítanál? Milyen messze? Milyen messze van az autó? 250 méterre. Megkértem a fickót, hogy tartsa a távolságot, amíg intézkedünk. Ugorj fel mellém, és amint odaérek, rohanj oda, nézd meg a számát, és szólj, hogy oké-e. Te ne szállj ki. Maradj a kocsiban. Nem megy sehová, csak ledobom az autónál. Nézd meg a számát és jelez. Amit ott találtunk, arra nem voltam felkészülve. Mi a fene ez? Lassíts le. Mi a franc? Jézusom. Mi történt? Jaj, ne. Állj meg. Jézusom, állj meg. Állj. Ez ugye csak egy vicc. Megérkeztünk az autóhoz, és látjuk, hogy nyitva az ajtaja, és egy halott lány fekszik benne. Körülötte minden tiszta vér. Én nem megyek oda. Nézd meg, hogy jól van-e. Nem megyek oda. Nézd meg, hogy jól van-e. Nem. Matt! Freud, nem megyek oda. Csak kérdezd meg, hogy eszméleténél van-e. Hölgyem, úgy tűnt, mintha karambolozott volna. A lány csupa vér, az autó tropa. Tudja, mi történt? Tessék? Tudja, hogy mi történt? Ja. Szóval? Éppen felveszem. Hogy felveszi? Hát a kamerámmal. Hirtelen megjelenik egy kamerás fickó, hogy mi a pálya.
Na mondom, mi folyik itt? Hol van a kesztyűm? Mit csinálnak? Filmet. Művészeti szakon volt házi. A hölgy jól van? Persze, semmi baja. Hölgyem. Nézd meg, hogy jól van-e. Jól van, hölgyem? Hölgyem. Mit csinálnak itt? Filmet forgatunk. Lehet, hogy nem értek ehhez, de én ebben semmi művészit nem láttam. Hol a művészet abban, hogy egy véres karambolt játszanak el? Fessenek virágokat, vagy valamit. De most komolyan, mondja meg valaki, ebben mi a művészet? Miért vannak itt kamerák? Mi történik? El kell vinnünk az autót. Addig oké, amíg senkinek nem esik baja. De ez egy picit fura volt. De hát kifizettem. Igen, az ön részt, de aztán törleszteni kell a többit. De hát nem vezetésre használom. Be sem indul. Nem indul be? Nem. Azt mondtam, jól van, most már értem, hogy mit csinálnak. De a kettőnek nincs köze egymáshoz. Ez egy üzleti ügy. Fontos nekünk ez a film. Várjon! Várjon egy kicsit, hölgyem! Éppen elmagyaráznám a helyzetet. Higgadjon le, és ne érjen hozzám! Éppen forgatunk. Nyugodjon meg, jó? A fickót nem érdekli az autó, csak be akarja fejezni a forgatást. Engem nem érdekel a forgatás, csak el akarom vinni az autót. Beszéljük meg! Álljon félre, különben baj lesz. Csak a munkánkat végezzük. Csak húzzanak el 5 percre, és hadd fejezzük be! Nyugi! Hé, hey, figyeljen ide! Ha nem akarja, hogy megetessen magával a kameráját, akkor álljon le, jó? Nem ásszon az arcomba. Ha még egyszer így beszél velem, rohadtul meg fogja bánni. Érti, amit mondok? Érti? Nem ásszon az arcomba! Mert különben mi lesz? Elkezdett visszapofázni, és tudtam, hogy rossz vége lesz. Vigyázz, Froy! Adja a kocsimat! Hagyja békén! Hogyha elviszik az enyémet, akkor elviszem a magukét. Hogy lenne a maga kocsia, ha ki sem fizette? Mocskos tolvajok! Én vagyok tolvaj, amikor maga ki sem fizette. Jogom van elvinni. Mondhatnék valamit? Ez a ribanc dobott fel engem. Soha nem találták volna meg. Légy szíves, várj az autóban. Talán fizetni kellett volna az autót, nem művészkedni vele. Jó, nyugalom, nyugalom. Várj meg az autónál. Jó, köszi. Mit csináljak, hogy ezt levegyék? Kérem, álljon félre. Mit csináljak? Álljon félre. Már fel van kötve, csak rögzíteni kell felül. Ülj be és menjünk. Ez nem igaz. Elegem van ebből. Soha nem akarok másokat bántani, mivel ők csak szájkaratéztak velem. Én is szóval vágtam vissza. Szálljanak ki. Kifelé. Nem viccelek. Akkor lefilmezzük magukat. Széttöröm a kameráját, ha nem száll ki. Szálljon ki. Jól van, nem kell a feszkó. A kamerája fogja bánni, ha nem száll ki. Túl sok itt a rendőr. Széttöröm a kamerát. Ne. Szálljon ki, nem érti? Segítség! Szálljon ki, nehogy eltörjön a kamera. Várj. Fogd a kamerát. Vedd fel. Erőszak. Végre valami izgalom. Adja ide. A kamera a lánynál van, aki bent ül az autóban. Matt ideges lesz, és elveszi a kamerát. Azt mondja, hogy visszaadja, ha kiszállnak az autóból. Ez a jármű része, mivel benne találtuk. El kell koboznom. Visszaadom, ha kiszállnak az autóból. Nem. Visszaadom, ha kiszedi a lányt. Ki kell szállnia. Ez már nem játék. Ha vissza akarja kapni, ki kell szállnia. Szálljon ki a kocsiból. Rajta gyerünk. A lány végre kiszáll. De Matt még mindig nem adja vissza a kamerát. Mondom neki, hogy adja már vissza, és tűnjünk innen. Add vissza a kamerát. Add már oda neki. Addig itt maradok. Add oda. Kifelé. Köszi szívem. Barmok. Viszlát, idióták. Üdvözlöm anyukádat. Elkényeztetett kölykök voltak, akik nem figyeltek a pénzügyeikre. Szerintem elég jól megoldottuk a dolgot. A folytatásban... Mindenki álljon hátrébb! Jól vagy, Matt? Én vagyok az Nyugi!
Le kell foglalnunk egy 2009-es Ford Escape-et. Oké. Okay. A domboknál van, sötét környék. Emlékszel, hogy a múltkor olyan sötét volt, hogy semmit se láttunk? Bocs, haver, csak késő van. Semmi baj. A fickó 3 hónapja nem fizet semmit. A cég hiába hívogatja. Nem szeretem azt a környéket. Sok drogtanya van ott, meg durva arcok. Vannak itt egyáltalán házak? Semmit nem látok. Ott világít valami fény. A GPS szerint itt van valahol. Látod a címet? Ezt mutatja a GPS. Ez lesz az. Hogy látsz bármit is? Megtaláltuk a járművet. Egy hatalmas tanyám volt. Oké, megvan. Kinyitottam a kaput. Be tudsz állni? Menjünk odébb felrakni a láncokat. Louis-szal úgy döntöttünk, hogy az utca másik oldalán rakjuk fel a láncokat. És vontatásra készen érkezünk. És már mehetünk is. Próbálunk a lehető legnagyobb csendben dolgozni. Feltűnés nélkül. Kész vagyok. Hirtelen történt valami, ami nagyon rossz emlékeket idézett fel bennem. Tüzet nyis! Bukd le! Úristen, mi volt ez? Le a földre! Tűnjenek el innen, ez magánterület! Takarodjon innen! Mi a franc van magával? Aztán jött a robbanás. Egyik fülemre megsüketültem. Elszédültem, és a földre zuhantam. Hívd a zsarukat, JJ! Hívd a rendőröket! Menjenek innen! Az volt a legfontosabb, hogy a többiek biztonságban legyenek. Jöjjön ide! Teljesen megőrült maga! Megőrült! Idióta! Tűnjenek innen a fenébe! Mindenki álljon hátrébb! Jól vagy, Matt? Én vagyok az, nyugi! Matthez rohantam, aki a földön feküdt. Látom, hogy teljesen kikészült. Meg volt zavarodva. Nem igazán emlékszem, hogy mi történt. Fogalmam sincs, hogy mi volt utána. JJ! Gyere csak, Dagi! Ha baja van, jöjjön ide! Mit csináltak itt, mi? JJ, jól vagy? Maradj itt! Hol van az erősítés? Maradjon ott! Mondom, tűnjetek innen a fenébe! Mi történt, Lou? Csak egy villanógránát, ne aggódj! A fickó egy dárdafélével jött felénk. De én jobban féltem attól, hogy egy puskát vagy egy éles gránátot hoz. Ki tudja, hogy mire készül? Semmi baj! Valaki hívja a zsarukat! Gyertek! Miért nem válaszol senki? Gyerünk! Maradjon ott! Tűnés innen! Kihívtuk a zsarukat. Közben a fickó egy dárdafélivel jött felénk. Teljes káosz volt. Maradjon ott! Itt vannak a rendőrök! Tűnjenek innen! Kezeket fel! Nem hallok semmit. Megsérült a társam. Forduljon meg. Behajtók vagyunk. Fegyverrel támadtak ránk. Tessék. A fickónak fegyvere van. Kezeket a tarkóra. Észre se vettem, hogy kijöttek a rendőrök. Louis mondta, hogy hívtak engem is, de nem hallottam őket. Csak álltam, mint egy hülye. Tessék. A zsaruk elkapták a fickót. Beviszik a rendőrségre. Végre tudtam Mattre is figyelni. Nem volt semmi baj a szerencsére. Nem vérzett a füle, a szeme, az orra, és a szája sem. Mondtál valamit? Csak maradj itt, minden rendben. Ez az én tulajdonom. Na persze. Megsérült valaki? Igen, a társam. Elvesztette az egyensúlyát. Rádobott valami villanógránátot. Nem sebesült meg, csak szédül.
Ez rendes büntény volt. A fickónak biztos nincs engedélye ezekre. Börtönbe fog kerülni. Oldalra tudná vinni? Persze. Mindjárt megérkeznek a mentők. Hozzám beszélnek? Igen, állj fel! Továbbra is ez eszemben volt, hogy meg kell szereznünk az autót, de csak miután biztonságban vagyunk. Haza tudnál vinni? Persze, csak felkötöm az autót. Sikerült megbeszélnem a sheriffel, hogy elvihessük az autót. Akkor kezdtem magamhoz térni, mikor már az autóban ültünk. Nagyon össze voltam zavarodva. Fogalmam sem volt róla, hogy mi történt. Indulunk. Valaki hívja fel az anyámat. Nem igazán értettem, hogy miért csinálta ezt a fickó. De nem csak az ő fejében van a baj. Az egész ország ilyen. Sajnos. Rohadtul haragszom a pasasra. Ez nagyon aljas húzás volt. Remélem, hogy nem fogunk összefutni. A magyar változatot a BTI Stúdió készítette.